Tehát, akkor, kedves Andrea, a gyermeket ugye 6 évvel ezelőtt, mert 6 éves a kisfiú, a kórházból elvették tőle, hivatkozva arra, hogy neked epilepsziám van. Igen. Volt epilepszia akkor, ugye elmondtad most, hogy áll az epilepsziás rohamai? Nincs. Mióta? Mióta nincs? Két éve. Két éve nincsen. Ami van enyhébb rohamot, illetve nem is roham az, hanem tünetek, az micsoda, mit jelent? Csak fejfájás. Tehát fejfájásod van. Nagyszerű, mert ugyanis ahhoz, hogy a gyermeket visszakaphatja, itt a kedves anyukádnak is mondom, Elskinek, így van, ez egy nagyon fontos momentum. Tehát a te férjed, bocsánat, élettársad még, elnézést, legyen mielőbb férjed, ő erdélyi származású, de viszont magyar ember, tehát román-magyar, román állampolgár, de ugye ő valóban magyar ember, erdélyi magyar. Mióta dolgozik ő? 6 éve dolgozik. Isten áldja meg őt is, telefonon vele beszélt, ő nagyon rendes ember. Tehát jó a vélemény róla? Igen. Igen. Erzsike, milyen a maga vele? Mondja csak. Én nem mindig vagyok velük, hát mikor rádiók. Igen, de jónak tartja, vagy rossznak? Jó, persze. Mikor egy anyós ezt mondja, az tényleg jó vele. És bocsánat, a fiam, elnézést, fiam, az szeretnéd, mert ugye a fiam azt hozom, ügyvédjelöltnek mondhatnám, nagyon jó tanuló is, és valóban olyan okos dolgokat szokott mondani, kedves Erzsike, kedves Andrea, hogy komolyan mondom, érdemes tanulni nekem is. Hát igen. Olyan újakat mond, hogy tényleg tanulok tőle. Fiam, mondtad, hogy szeretnék kérdezni valamit, csak tessék, parancsolja. Hát a kisfiú nem szokott úgy sírni, hogy értetek. Hát mikor ott voltam, akkor igen. És mikor volt ott? Az időpont. 3 hónapja. Igen. Tehát 3 hónapja nem lát az anyuka. Folytasd a kérdésed, fiam. És hát milyen volt, amikor meghallott az, hogy hát nem jöhet veled? Hát nagyon rossz. Tehát lelkiekben mit éreztél? Hát akkor már azon gondolkodtam, hogy ne akarok halni. Hát igen, ez komoly dolog. És még kérdéseid? Tehát fő nagyon okos kérdéseid vannak a fiamnak. Okos. És hogy a férjét hogy viselte ezt? Mármint az élettársa. Hát ő is rosszul viselte, mert látta, hogy milyen beteg vagyok. De viszont 2 éve már rendben vannak a dolgok. Ez Isten áldásának köszönhető, hogy ugye már epilepsziás, betegség, de 2 éve szinte igen, tünetmentes. Igen. Csodálatos dolog. A lakhatás rendben van, az hány szobás? 2. 2 szoba, fürdő, WC rendben. Kamra. Meg itt van ez az előttél. Nagyszerű. Meg ott a mosó, ott is van. Igen. És akkor még a ügyvédjelölt, fiamra visszatérve, még kérdezz egy nyugodtan, drágám, mert okos, bölcs kérdéseid vannak. Hát, hogy amikor ugye, hát... Nyugodtan gondolkozz, van idő. Mit szeretnél még tudni? Hát, mindent tudok. Igen, de sok mindent hallottál. Persze, tehát valóban a kérdésedet föltetted, nagyon bölcs kérdésed volt. De még van valami kérdésed, én úgy érzem, van még benned valami. Egy picit így is lehetne, és akkor így látható mindenki. Igen, és így is, és akkor mindjárt itt szemből tetszik tudni, hogy fiamát, mi a kedves fiamat. Tehát még azért neked kéne legyen kérdésed szerintem. Tehát ugye a gyermeket, fiam, ugye kiemelték születésük a kórházban már. Azért az ugye borzasztó dolog egy anyukának. Úgyhogy még egy kérdést nyugodtan föltesz. Jó kérdés legyen. Hát tudod, hogy mire válték ki, mert semmi baj nincs. Igen, igen. Végül is arra hivatkoztak, fiam, ugye, hogy epilepszia betegség. De hallottuk, hogy most rendben van a dolog, 2 éve tünetmentes. Van esélyünk arra, hogy visszakapja? Persze.
De szeretnéd, hogy visszakapja az anyukat? Igen, nagyon fáj ez. Hogy? Nagyon fájdalmas ez. Igen. Mikor okos. Igen. És miért fontos, hogy ugye a szülő gyerekkel legyen? Erről mi a véleményed is? Hát, hogy a gyereknek is lehetőleg rossz. Hát, ez az? Teljesen más, hogyha a kórházban van, nem is lehet semmilyen embereket. Szemből. És ha megszülök például egy anyuka egy gyereket, akkor persze a gyerek az anyját látja. És igen. Akkor emlékszik rá. Így van. Persze akkor vele akar lenni. Most ugye egy gyermek otthonban van, a kisfiú, 6 éves. Igazad van, fiam? Tehát nem mindegy, ugye, hogy hol nő fel a gyerek. Így van. Egy anyai szeretet fontos? Persze. Miért? Hát, hogy a gyerek ne érezze úgy, hogy őt nem szeretik, meg hogy ne legyen úgy, hát, úgy, hogy depresszió, szegény. Bravo. Köszönöm szépen, drága fia, úgyhogy ennyit akartunk csak. Ez egy olyan történet, Győrmeneti településen vagyunk. Sajnos sok olyan szülő van, anyuka, apuka, aki ilyen fájdalmakat él át a gyermeke hiánya miatt, úgyhogy nem ígérgetünk, drága anyuka, de amit tőlünk telik, azt meg fogjuk tenni. Igen. Úgyhogy hiszünk abban, bízunk és hiszünk abban, hogy amit leírtam, és amit jegyzőkönyvbe veszünk, és amely beadványokat mi elküldjük, hogy az sikerrel fog járni. Isten áldja meg magukat, Isten áldja meg téged is, az élettársadal együtt, és Isten áldja meg mindenkit. Amen.